fülbesúgós játékkal hangolta a műsorvezető a bonyhádi nőnap résztvevőit az előttük álló meglepetésekre, eseményre. Egy közmondást adtak tovább az egyik széksorban helyet foglaló hölgyek, és balról jobbra haladva az utolsó széken ülő hölgy elmondta az eredeti szöveget. Miszerint a bonyhádi hölgyek nem pletykásak, és mindig igazat mondanak. Így legyen. Ilyen felvezető után jött az ünnepség komoly része, az alpolgármesteri nőnapi köszöntő. Nagyon jól ismerem a fájdalmat, sokszor és sok formában találkoztam vele. De a szülés fájdalmát soha nem fogom átélni, így teljesen megérteni sem tudom. Nem ismerem a félelmet sem, amivel önök ilyenkor szembenéznek életük során talán többször is. Mert férfiként mindennek csak szemlélője lehetek. Nem ismerem azt a kötődést, ami egy édesanya és gyermeke között egész életen át tart a fogantatás óta. Bár képes vagyok adni figyelmet és őszinte szeretetet, de az élet vonalának ilyen tiszta folytonossága köztem és egy gyermek között soha nem lehetséges. A nagy taps az ünnepi beszédnek és már az ünnepi fellépőnek Szabó Ádám harmonika művésznek is szólt. Természetesen barátnőmet is kora reggel már felköszöntöttem, mondta neki boldog napot, vettem egy szép csokor orideát, nagyon-nagyon örült neki, jól esett neki, és természetesen a anyukámat, testvéremet, a öcsémnek barátnőjét is, és a húgomat is felköszöntöttem, nekik is vettem virágot, meg nagymamámnak is, tehát igyekszem én is ezt a hagyományt ápolni, és mindenkit úgy kielégíteni, hogy tényleg a nőnaphoz tényleg jó, stimmeljen. Filmzenék, világhírű slágerek harmonikás interpretációjával lepte meg a bonyhádi hölgyeket az országos zenei vetélkedőkön évekkel ezelőtt berobbant Szabó Ádám. Dalokat is próbálom úgy összeválogatni, hogy a hölgyeknek is legyen természetesen olyan dal, ami talán egy kicsit az ő szívükhöz közelebb áll, kicsit romantikusabb dal, lesz ma ilyen, de azért igyekszem tényleg a saját bevált műsoromat is előadni nekik, amiket ugye eddig szerettek az emberek, de nőnap alkalmából természetesen lesz olyan dal, ami csak a nőknek szól. Tekintettel az előadó népszerűségére, a közönség reakciójára, nem lenne meglepetés, ha Szabó Ádám újra fellépne már valamelyik nyári fesztiválon, Bonyhádon.